Jó, azt nézem, hogy szemetes zsák. Megyünk, kidobjuk ezt is. Gyorsan a deszkákat le kell szedni az ablakokról, hogy még királyabb legyen a hely. Elmegy? Micsoda egy geci? Miért megy el? Rohadék. Mert én majd úgy is szól a játék, hogyha addig pakolászok, legyen minél szebb. Ne legyen szemét. Elhajtott? Telefon van. Telefon van, mert nem fizettük vissza a pénzt. Bassza meg, srácok, ez nagyon nagy gáz. Lássuk, mi lesz. Már hív is az uncle, hogy gáz van. Hey, punk. Where's our goddamn money? A behajtó, bazd meg! Ez a nagybácsi? Ez lesz a nagybácsi, akitől kaptuk a kölcsönt, nem? Wake up, Sam. You've got a gas station to run. Wake up, Sam, you got a gas station to run. Mekkora cyberpunk köcsögölés volt ez. Mondjuk igen, vezetni is úgy kell benne kb. Mint abba. Na, ez király volt. Ez király volt. Wake up, Sam, you have a gas station to run. Hey, nephew. Back on your feet? I hope your head's no longer spinning. Thanks for picking up. We need to talk. There was a mistake. A serious one. You can rest easy knowing I will have the responsible people dealt proper retribution for what has happened. Mm-hmm. The amount of time on your investment loan deadline was rendered far too short for what the amount was. Igen, túl kevés időnk volt visszafizetni. And I don't make bad business decisions. Okay. Let's forget about this debacle for the time being. As a token of apology, please accept this small gift. It will help with your next delivery. No strings attached. Aha, jó, oké. Okay. Akkor nem kérünk, megpróbálunk kölcsön nélkül megélni, amennyire csak lehetséges. Srácok, most kaptunk valamennyi start pénzt, ahogy néztem. Francba! Pillanat! Már majdnem sikerült összeszedni a szemetet innen. Az elején jobban ment ez. Yes. Vásárló? Nagyon jó. Még van szerintem deszka valamelyik. Igen, ezen még van deszka valahogy, vagy nem? Ez nem deszka, ez valami más. Új, igen, mert hogy a budi van teljesen szétkeffentve. Talán. Kell venni valami outdoor decoration-t. Mert ennek itt van a külön bejárat, a srácok. Volt ebben valami. Ezt is ki kell üríteni. Azt a kurva, srácok, valaki behordta a ganyét! Ezt a parasztot. Azt hiányzik, még nekem összemászkálja, bazd meg itt a faszok is benzinkutamat, bazdeg. Nice. Kap be! Pucolt nyúl, köszi szépen az 5-es subgift bombot és az 5 hónap feliratkozást.
Nagyon kedves tőled. Köszönjük szépen, hogy támogatsz minket. Jó, majdnem összejárkálta itt a dolgokat. Oké. Mielőtt jön a hölgy. Egy pillanat. Oké. Okay. Összejött a jány, és tankolnunk is kell a kis polszkiba. Most már lassan rendelhetnénk üzemanyagot, nem? Igen, még vagy 200 litert kéne, nem? Mert annyi a maximum kapacitása ugye a dolgoknak. Ezt rendeljük már meg. Delivery, fuel supply. A 160-ról meg 200 literes a cucc. Igen, és ez $321 order. Hogy az jöjjön meg. Közben kell valami dekorációs elemet vegyünk, vagy mi a fasz. Zsaruk! A zsaru mit keres itt? Na most komolyan. Aha, ott jön a benzinszállító autó. Hát, ha a zsaruk is csak vásárolni szeretnének, hú, az meg ebből gáz lesz. Oké. Okay. Biztos úr? Tiszteltem. Ide jöttél szemetet kidobni, te köcsög! Vegyél valamit azonnal! Amíg nem vérzik az orrod, de most komolyan mondom. Krisz, kösz szépen a 2 hónapot. Ez az, tesó, ez az. Ez az. Csapjad ki. Nagyon szívesen. Csak óvatosan. Ez az. Jó, szuper. Akkor outdoor decoration. Vagyatok először. Megjött a benzines autó. Úgyhogy az remélem megvár, amíg megtankolom ezt a gyönyörűséget. Nagyon jó. Megtankoltuk a Verdát. Most jön a cuccos. Mert itt áll már Józsi. Szevasztatja. Bekötöttük. Telepattintjuk itt a dolgokat, srácok. Mi a fasz, dudász? Hát öreg, szerinted honnan van a benzin? Mit figy? Állítsd le magad most már! Egy rendőr ennyire tahóget? Na mindegy. Öcsém. Tökéletes. Jó. De most már van benzin, mit csinálsz itt? Elloptál valamit? Szépen somforláljál vissza. Nagyon gyorsan. Azt mondja, hogy mit akarsz venni? Köcsög. Panoráma egy jó, köszi szépen a támogatást. Ez az. Jó, nyomta, jó sok mindent vettél, zsírság. Közben tankolunk is. Aha, most 186 literünk van már. Egyre többet tankolnak, zsír, egy új vásárló. Szuper, pörög a bolt, srácok, mert tiszta, mert szépre van. Mi ez? Hey! Hol a ribanc? Gyere vissza, a seggomóddal fogod visszaszippantani! Vadállatok, baszki. Vadállatok. Az emberek rosszabbak, mint az állatok, komolyan. Azt akarják, hogy szép rend legyen meg minden. Azt akkor ez megy. Érted? Csak az állatkodás. Busztustalan. Kajgáljam ki.
kurva szemetet, ugye? Helyetted. Megint van ez a hülye idióta zsaru. Francba. Jó. Jövök. Faszom! Are you trying to scam me? Scam me? De miért mondja, hogy scam, mikor ingyen dobtam bele? És még össze is járkáltatta, seggfej! Nem igaz. Komolyan mondom, az ember nem tudja rendbe tartani itt a dolgait, mert mindig jön valami segg. I was worried we'd be stranded. Ezeket le lehet festeni szerintetek, srácok? Szerintem le. Így az elejét is, nem, hogy ne legyen ilyen kula. Aha, nézzetek csak, milyen állat lett. Hője, mi van? Tiszta jó, nem? Igen, ez az. Elnézést! A budit még nem tudtuk kinyitni, de biztos az lesz a következő. Megnézem ezt a dekorációs elemet, srácok, csak körbe seperjük itt a koszos részeket, jó? De egész jól néz ki már a cuccos. Ó, nézd meg, mennyien vannak, bazzik, nem hiszem el. Hallott, szakadjál már le rólam! Springles! Öcsém! Ennyi... Oh, baby, I don't think so. Jó van, már csak sietni akartam! Kap be! Jó, 700 dollár, visszakerestük az árát annak a cuccosnak, dekoráció, indoor-outdoor, outdoor decoration. Front of the gas station, outdoor small table. Miből lehet választani, srácok? Ennyi? Small table-t lehet venni, ezt csá, kap be. Vagy egy padot hátra. Tehát ennyi? Inkább a pad. Nekem a pad, azt tetszik, srácok. Meg gas station felirat. Ú, de király. Ja, hogy így lehet második szintet lépni. Akkor ide veszünk egy kis asztaltok. Meg egy széket. Meg egy padot. Tetszik nekem ez a pad. Mi lesz a következő? Á, azt majd később. De megvettük a dekorációt. Királyság. És akkor most meg kell venni a level 2-es benzinkutat, srácok. Remélem, lesz rá pénzünk. Level 1, gas station. Level up. És most mi lesz? Micsoda? Let tető? Find a way to enter the warehouse and open its gates. Nézzétek, már nagyobb lett a Benyink út. Akkor itt át kell rendezni ezeket a dolgokat. Na jó, srácok, oké. És jön, hát ez nagyon sok munka. Na várjatok, ki se látszom belőle, bazd meg. Nem tudom, mi történik. Az első lepittyent. Oké, koncentrálni kellene. Oké. Na gyere. Gyere ki. Jövök.
Nice. Majd feltöröljük itt a dolgokat. De itt van egy számítógép. Tudom, hogy a warehouse-t kell kinyitni, hallottam. De várnak tankolásra. Kell pénz is. Aha, nézzétek csak. Akkor össze-vissza kapkodunk, de nem baj, srácok. Igen, meg ugye a bővítést is le kell majd festeni. Majd lefestjük. Ne dudálj már, te köcsög! Jó? Mi ez a kulcs? Aha, lehet, hogy a kulcs? A kulcs vezet a warehouse-hoz? Át kell rendezzük a dolgokat, srácok. Mindjárt menjünk a warehouse-ba, hogy ott mi van bent. Csak festeni is kéne, basszus, meg minden. Látjátok, srácok, a saját vállalkozás tiszta stressz! Ezt a sok szart. Ki kell hajgálni minden, hogy egy normális boltot lehessen üzemeltetni. Ez az, mindjárt hívhatjuk a személyszállítást. Passz meg és mellé ment a kurva anyját! Bocsánat. Azt hittem, hogy belemegy bazzeg, de nem. Tankolni kell. Szívesen! Még van rajta cumó, akkor azt addig nem bántjuk, jó? Mi van még bent? Mindenféle ilyen vacak, köcsök szemét. Ezeket amúgy össze lehet szedni szemetes zsákba? Ezek így odabagoltak, és csá! Na jó. Király. Hogy kapná be? Jó, majd takarítunk bent, és most a warehouse-os küldetést kell csinálni. Úristen, mi a frances, srácok? Lophatnak tőlem, hogy nyitva van a gate. Ez mi a frances? Fel kell újítanunk a warehouse, srácok. Viszont a warehouse-t azt... Én azt bezárom, srácok, a picsába. És már először a benzinkutat fogjuk felújítani. Pillanat. Egy üritőjér jöttél be? Aj, baszod. Komolyan mondom, kár volt kinyitni. Még festenünk kell ide bent. Jön ezeket itt el. Először a benzinkutat akarom mindenképp megcsinálni, ez minél pofásabb legyen. Abból keressük a pénzt. Jó, elvileg a szemetet azt kiszedtük innen. Hey, melyik köcsök dobta el? Melyik dobta el? Oké, a level 2-es benzinkútra már lehet más szint is választani. Ennek a bővített résznek legyen más színe, vagy legyen ugyanolyan színű. Én lehet, hogy ezt más színűre fogom csinálni. Mondjuk ilyen narancssárgára. Csak ötletelek. És akkor itt lesznek az ilyen pultok. Meg az ilyen cuccok, srácok. Ronda lesz, mint a szar, de nem baj. Ide tesszük be, hogy
hogy itt lesznek az ilyen, ez lesz a vásárlós rész. Óvatosan. Jó. És még egy. És akkor meg is vagyunk. Tankolni kell közben. Jó, ezzel meg vagyunk. A pénz ebből folyik. Szaros $30-ét ugráltat a seggfej. Látjátok, az a része a benzinkútnak olyan lesz. Még van rajta áru. Megvárjuk. Ha felveszem, elvész az áru róla, srácok. Hm? Varázskobak, köszi a 17 hónapot. It's not just skills. Hülye. Ezt így közi szépen a csírt. Tetszik? Örülök. Egy üdítőért jött be. Igen, nem. Jó, akkor megvárjuk, amíg elfogy, jó? A cucc, nagyon jó. És pluszban még ugye kintről a srácok, el kell, tehát kint is le kellene festeni a kútnak az új részét, amivel kibővült. Basszus kulcs. Ajjaj. Ugye kintről fehérrel festjük. Az a cégünk színe. Ami ugye 2021-ben igen gyanús, de hát ez van. A basszus vásárló. Jövök! Oké. Okay. Úgy kasszázok, mint a gép, öreg! Faszom! Megtöltöm a verrát is! Ez az! Dől alé! Dől alé! E-mail! Azt is megnyitom. Opening and closing. Aha! Uh-huh. Oké. Okay. Tehát be lehet zárni a benzinkutat, hogy legyen időnk kicsit foglalkozni a dolgokkal. Oké. Okay. Nézd meg a köcsögöt! Faszom már, törülsz, hogy bejöttél a szaros lábaddal! Segg! Nincs tökéletes tisztaság, mert festék van. Minden. Öcsém. Szemét állatban, de amúgy. Nézd meg, bejött kidobni a szemetet. A rohadt. Szóval be lehet. Jó. Szerintem éjszakára lehet bezárjuk a benzinkutat. Jó. Figyellek, bazd meg! Nem akarsz venni valamit, ha? Ez az. Ez az, vegyél csak. Vegyél csak. Passza meg! Zárjuk be a benzinkutat. Itt tudjuk ugye ez... Háj, bassz meg, és állandóan jön valaki, nézd meg. Bezártuk a benzinkutat. Oké. Okay. Szemétnek számít, srácok, a széna. A széna bogja. Hm? A helyszek. Rendelhetjük a szemétszállítást is.
Annyi van bazzeg, mint a kurva élet. Nem tudom, hogy el tudja vinni egyáltalán a szemetes. Hát biztos. De rendbe kell, tegyük itt a dolgokat. Szerintem hívok egy szemétszállítót. Nem tudom, ez mennyire számít így érvényesnek, de... Azt mondja, hogy delivery, garbage collection, order. Na, majd jön a kukásautó mindjárt. Elégetni nem lehet szerintem. Közben a warehouse, ugye itt van fent, és itt lakunk. Itt van egy csomó cucmuc. Innen például a szemetet majd lehordhatnánk, de hát ez van. Oké. Okay. Na, és akkor itt lent... Itt van egy csomó szemét, meg itt ugye ki kellene festeni. Meg minden. Kidobáljuk ide a ganyét akkor előtte. Így. Szóval ezt mindet belevágjuk a szarba. Apám, mennyi szemét van itt. Lámpa, béka. Azt is kidobom a gecibe, minek béka, fúj. Jó, a hészeket azért hagyjuk bent, mert akkor adná az újabb küldetést. Inkább megvárjuk. Kihaigálunk mindent innen. Már amennyire tudok. Ennyi szemetet, bazznek beszarás. A raklap, meg amit el tudsz képzelni. Jön már közben a cucc. Mindjárt elviszi a ganyét, és akkor szépen be tudjuk pattintani. Van itt még hészek fenn, úristen. De itt a warehouse-ban miért van egy ilyen óriás maci ezzel a szarral? És a warehouse-ban amúgy mit lehet tárolni? Ez a nagy kérdésem. Kiderül. Na. Baszod! Hogy tegyem bele ezt a gigantikus nagy szart? Ez nem, 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 nem. Nem tudom forgatni, bazd meg. Beszarok. Agyfasz. Húzzál már, Jézusom. Oké. Okay. Elvitték a szemetet, szuper. Kezdhetjük behaigálni a szart. Hoppá. Nem mondjátok el senkinek. Szóval a warehouse kell... Hát tedd már le. A warehouse kell egy kicsit használhatóbbá tenni. Szerintem itt hamarosan jönni fog a újabb szemetes autó. Vagy ezt így elég gyorsan tele fogom rakni újra. Ha engem kérdeztek. De nem baj, és akkor nem tudom, hogy jó ötlete, hogy addig zárva van a benzinkút. De hát ez van. Igen, ezt akartam, mert ezt, ez elrepült, eltalált repülni. Jó. Na nézzük, az a baj, hogy nagyon sok idő, amíg megjön a szemétszállító. De igazából ezt a haystacket le lehet pakolni ide, és akkor tulajdonképpen a szemetet, ha kidobáljuk innen, akkor a warehouse használható lesz, ugye? Majd akkor ezeket szépen lassan elszállítattatjuk, akkor csak a haystacket kivesszük innen. Itt még van is idézőjelben friss kuka, amiben bele lehet dobigálni ezt a szart. Így, mi? Még van egy haystack, aha, itt van. Azt mondja, task complete, nem is csináltam meg. Jó. Restore the warehouse from the main PC tab. Vissza kell állítanunk ugye a raktárat. És akkor utána pörögni fog a cucc, csak ugye...
Ki kell nyissuk lassan majd a benzinkutat is. Igen, azt mondja, hogy restore, $50. Ó. Order additional products for sale in the delivery. Micsoda? Nézzétek csak! Products, és az óha, látjátok, és akkor lehet rendelni termékeket. Wow! Nem értem, mi? Tehát piros az, ami rossz árban van, és zöld az, ami jó árban van, srácok? Ez azt jelenti? Szeszkó! Amit érdemes megvenni. Van Szeszkó, van Cigi. Jimmy Strongman-tól. Nagyon jó. És akkor ezeket megrendeljük, és akkor ők ott lesznek? Tehát ezeket oda a warehouse-ba hozzák? Jó. Akkor kell vagy 100 doboz, Cigi, mi? 5 pack, soft drinkből, Mr. Burton 30 darab, Sukiri, Aunt Betty's Tonic Tropico, veszünk popcornt, cukit, kekszet, paprika chipset, Oreót. Jó. Alkohol. Corona Budweiser. Jó. Király. És akkor itt a... 760 dollár? Az orderem? Az baj. Annyim nincs. Akkor nem rendelünk... Lehet, hogy a sört kéne... Nem. Az Oreót kell kipattintani. Meg a cigiből nem kell ilyen sok. Egyelőre. Jaj, a warehouse-ban csak 200 dolog fér. Oké. Okay. Akkor eleve nem fér ennyi cucc. Akkor cigiből csak csinyán, minyán. Miből rendeltünk sokat? Üdítőből, ugye? A Dr. Pepper az marad. Popcorn ki. Még egy kicsit lejjebb kell vegyünk. Legyen csak az egyik sör. És mondjuk... A Tropico ne legyen. És így. Order. Megvan. Zsír. Akkor ezt megrendeltük. Wait for the delivery sector. Right to unpack all the products into the warehouse. Oké. Okay. Tovább kell tisztogatnunk ott a warehouse-ba, srácok, mert bent még van egy csomó ganyi. Undorítóan néz ki egyszerűen. Na. Ezt így megoldottam, mondjuk úgy. Oké? Okay. Nem látok semmit. Megvan oldva. Ezt itt mind el kell haigálni amúgy. Csak mondom. Ok. Közben jön a delivery truck, erre van szó. És akkor azt nézem, hogy ezt, hogyha most mozdítom el, próbáljuk ki. Aha, és tényleg elvész róla az összes termék, fassa. Mindegy, most már el van baszva, ez van. Ki kell próbáljam. Igen, ide még kell-e valami más ilyen feature, shelf. Á, igen. Kell alkohol stand. Francban nincs annyi pénzünk, mi? Meg kell cigi stand, ugye? Basszus, már nagyon a végét járjuk, srácok. Óvatosan. Na nézzük, azt mondja, hogy veszünk
De jó néz ki! Itt lesz a cigi. És alkohol stand, az pedig itt lesz a Szeszkó mellettünk. Azt nem adom. Hm? Oké. Na nézzük, elvileg megjött a cucc, igen. Itt van a... hello! De kurva jó! És mi a fa... Ne basszatok már! Ezt egyenként fel kell pakolni. Benzinkutat üzemeltetni, fos! Jaj, nem kell egyszerre. Jó, oké, oké, csak néhány klikk az egész. Csak néhány klikk az egész. Értem, értem, értem. Nem egyenként kell pakolni, oké? Nem, nem, nem egyenként. Fill the shelves with products from the warehouse. Go to the shelf and interact with it to place the products. Aha. Tehát akkor... Akkor csak oda kell menni, és tele kell rakni a cuccot. Igazatok van, ezt be kell zárni, különben gáz lesz. Csak még akkor, na mindegy. Oké. Okay. És akkor csak tele kell, Vitya Petya, Cube Hunter, nagyon szépen köszönöm nektek is, srácok. Csak simán fel kell tölteni őket. Ez mi a faszom? Go to the shelf and interact. Á, igen, 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 látom. Látom. Tehát. Hogy feltöltöttem? Ez az. Szeszkó? Nincs túl sok szeszkónk, cigi. Nincs túl sok cigink, de már valamennyi van. Nagyon zsír. Na, megvan. Én ki is nyitom szerintem a kutat, hogyha beszéltünk telefonon, mert most már az elég faszán állunk, nem? I see you're putting hard work into keeping your station running again, kid. Good, good. Aha, pozitív feedbackkel. Ki kell nyitnunk? I just wanted to remind you, I'm not the only one judging you. Venni kell budit? Na, bazd meg. Álljatok. Közben, amíg nem jön az első vendég, addig festegetünk egy kicsit, hogy legyen minél vonzóbb a benzinkút. Ki kell nyitni, mert nincs spíz. Azért nem semmi egy ilyen. Biztos a budit kikáltak, kurva anyádat. A budit is kikáltak, arra tenni 100%. Az legalább ezt az oldalát fejezzük be. Jöttek esetleg parkolóba? Nem látom még, úgyhogy akkor ebbe is tudjuk fejezni. Ez az. Jó. Fúba, meg kurva életben ez a festés, agyfasz. Az mi a faszom? Már azt hittem, baj lesz. Jó. Itt a zsaru. Épp azt meg kell tankolni a zsarut. Nem sokára benzint kell rendelnünk, úgyhogy most spórolnunk kell a pénzzel, hogy benzint tudjunk rendelni. A benzin az vagy 300 dollár mi. Oké, okay. Milyen e-mail jött közben? Warehouse approval and popularity, oké. Okay. Other features? Aha, lehet venni még egy parkolóhelyet, hogy még többen tudjanak jönni, srácok. Csak az pénzbe kerül, először benzin kellene, meg majd budi. Mert a budira meg nem lesz pénz. A kurva életbe. Durva, na, gyorsan takarítsunk fel ide bent.
Ben már egész rendezett lett. Ahol, emlékeztek, milyen volt? Mennyibe került a WC? Cső. Nézd meg a klotyót, váltok. Features. Other. Parking, no. Toilet. $50. Na jó. Vegyük meg a budit. Ennyi. Meg van véve. Kész. Ó, várjátok. Na! Cigi! Majdnem fagyos lett. Hülye vagy, csávó, elvitt az egész boltot, baszki! Oké, nagyon szép. Nagyon szép, mindent tudod vásárolni. Jó, 128, és akkor van budink elvileg. Mi csinálsz? Itt a... Te! Én nem tudom, mi az. Én nem. Én nem tudom, mi az. De az valami nagyon augusztustalan dolog volt. Az lehet, hogy így ilyen Kuleszovics Kulovszki volt? Vagy mi? Gyönyörű ez a WC. Kicsit vonzóbbá kellene tenni, tiszteltem. Oda bemegy kulázni, fú, bazzeg. Ó, nézzétek meg, kapkodunk itt. Ez az. Hú, jó van. A budi is nagyon szarul áll. Tisztaságügyileg. Jövök, jövök. Apám. Have a nice day. Have a nice day. Oké, zsír. Szóval a budi katasztrofálisan néz ki. Továbbra is. Aj, basszad, mik ezek? Fel kéne jól mosni itt. A vért, meg az ilyeneket például a földről. A budiba lehet festeni? Egyébként. Ez egy érdekes kérdés lenne. Increase the station popularity. Oké, okay, próbálom. Milyen legyen mondjuk a WC? A budi az legyen ilyen zöld. Hm? Túl sötét lesz? Várjátok, megtrükközzük. Az lesz a budiba, hogy ez a két fal zöld lesz, több meg fehér. Úgy tartjuk meg a világosságát a WC-nek. Szóltak hozzá, durva lesz, mi? Ilyen... Ez ilyen nagyon kemény. Közben tankoltatni kellene az embereket, mint a kurva élet. Ah, oké. Okay. Jó. Onnan nézzétek, hogy csúszik a jány. Kis baszki! Nagyon jó. Gyere szépen anyához. Karel Csapek, köszi szépen, haver. Abdul, köszi Áramon, Ebot, Reichardt, köszi az 58-at. Köszi, srácok. Hogy kasszázik István? Mit egy állat. Igen, nincs valami sok benzinünk, de nincs rá pénzünk, hogy vegyünk egy teljes cuccot. Pedig jó lenne. Most már csak a festéket kell.
Mennyivel kulturáltabb a WC, ugye? Egy hölgy ide csúszott a kasszához, aztán elcsúszott onnan. Hol van még kosz? Ájt. Most a jó. Na, kasszázzuk le neki. Bász meg! Pedig... csökkent a popularity, mert elbasztam a kasszázást. Francba. Bocs! Már, hogy ingyen adtam egy doboz cigit, coffos köcsög. Oké. Nem baj, mostantól koncentrálunk. Muszáj lesz, rendeljünk mi benzint. Jó, rendeljünk valamennyi bengát. Mennyi bengát tudunk rendelni? $175, 100 liter benya. Rendeljük meg. Rendeljük meg, így még marad egy kis pénzünk. Jó, a klotyás szárja az jól működik. Jó. Jók vagyunk. Jók vagyunk. Szerintem jók vagyunk. Fel van tankolva minden. Vannak vendégek? Jó. Fel kell tornázzuk a pénzt arra, srácok, hogy modernizáljuk a mosdót. Még jobban. Baszki. Megjött a közben a benzines autó is, aki majd ide fog beállni. Megtöltse a dolgokat. Mi van? Húgyozni akartál? No beer. Nincs sör? Micsoda? Ez fake info. Francba. Na mindegy, itt van a benzines autó, úgyhogy ezt gyorsan megtankoljuk a tankolót. Itt van megint egy rendőr. Mi volt ez a futóhang, srácok? Ugye nem Dennis? Itt vagyok. Dennis, a kurva anyádat! Te kis ge... Hol vagy? Dennis! Nézd meg, összebassza! Rohadj meg, te... Kurva életbe! Szemét, köcsög, jó. Most festhetünk ki, megint. A rohadék összegrafikiste a dolgainkat. Nem igaz. Olyan nem igaz. Hol van? Nézd meg, baszkét, nem igaz. Ezt a parasztot, bazzek. Klaus, köszi a 9 hónapot. Faszom! És persze mindenki azt hiszi, hogy trógerek vagyunk. Hogy néz ki ez az ember? Nézzétek már meg. Úgy, vegyél a sört! Ez mi? Ja, egy bizonyos típust keresett volna, azért csúszik. És nem volt az a fajta sör, amit ő szeret. Ha. Jó, értem. És széttárta a kezét, az azért van, srácok? Ez az. Az a csávó, az így ott maradt kész. Hál' Istennek tudtunk kis benzint pótolni. Have a nice day. Jó, minden tiszta, minden király, oké. Okay. Kell majd valamilyen másfajta, látjátok? Mással is kell nekik. Majd akkor kell rendelnünk olyan sört, amit kérnek, azt a zöld üvegest, vagy valami ilyesmi, vagy alkoholt, bocsánat, nem feltétlenül sört. How much do I owe you? Azt a kurva, kaptam borravalót, yes!
80%-nál van a popularity, most fel kell tornáznunk a dolgokat, király lesz. Még van cigi, még ezekből is vannak, benya van most, valamennyi. A budi nagyjából jó tisztaságügyileg. Most már a benzinkút is. Ő továbbra is ott ragadt, nagyon jó. Most a festés is hibátlan, micsoda kis fehér benzinkútunk van, nem? Állatni. Ezeket a deszkákat nem lehet eltávolítani az ablakról. Ezek ilyen furcsa deszkák. Leszettem volna, már lehetne. Jó, most már ketten vannak ott beragadva. Nem baj, engem nem zavar. Remélem, hogy attól még... Jó. Itt ezen a részen bármit lehet felújítani? Kukát nem. Ó, ja, hogy ezeket a... Le lehet festeni a szélét ennek a cuccnak? Ezt más színűre kéne festeni a sarkot, nem? Nem fehérre, hanem valami sötétebbre. Mondjuk... erre a bordó színre festeném én. És akkor azzal is ilyen funky fresh lesz. Szerintem. Mindjárt majd ott felnyaljuk. Jó, megnézzük. Zsírseng. Jó, azzal majd akkor mindjárt élünk. Az egy szemét? Jönünk. Ez a sör, ez a sör, ez az nem sör. Mi ez? Az összegyűrt a basz. Oké, semmi gond. Festünk, ugye? Oszlopot. Lefestjük. Jön egy kis polszki, akit éppen tankolni kő. Mindjárt folytatjuk a festést. Megtankoljuk Jokszert. Erre van szó. Nézzük csak, festés. Bordó színre, sarok. Hát csináljuk is. Jó. Az ajtó félfa az nem festhető, de az oszlop itt is festhető, jó. Ez az. Egész vonzó kezd lenni ez a benzinkút, tök király. Az? Hát hány lehet? Ez az utolsó. Mr. Hahn, köszi szépen! Nagyon jó. Minden tiszta. Lóvénk lehetne egy kicsit több amúgy. Milyen jól néz ki ezzel a sötét sarokcucca. Kamaró segge van. És Firebird ereje. Legalábbis most így hirtelen. Na, ez mi micsoda? Garázs, köszi az 51 hónapot! Már csak egy óra? Bízom, hogy állat lesz garázs, megígérem. Király lesz a cucc. Én is már gyakorlatilag ilyen extázisban vagyok. Buy a workshop. Oké, nyugi van. Majd veszünk workshopot. Micsoda, autót is lehet szerelni, srácok?
belülről nem festetők. Autót is lehet majd szerelni, srácok. Beteleportálok. Szem! Nem bemegy, ott van a retyóba, az meg, még nem láttam soha, pedig én vettem. Jó, nem állunk rosszul. Nem állunk nagyon rosszul, jó? Lehet autót szerelni. Mennyibe kerül egy workshop? 230 dollárunk van. Ha 300 dollárba kerül restorolni a workshopot? Hát akkor még kell keresnünk pénzt. Na, parancsoljál, mit akarsz? Azért nem engelem el a shiftet, mert amúgy meg lehet állítani nyilván. Csak látjátok, hogyha úgy kasszázok, mint a gép, ha megtanulok ilyen rohadt gyorsan, kasszázni kapok borravalót, ami elég király. Meglátjuk, milyen lesz a... Meg úristen, itt még restaurálni lehet az automosót is, meg minden. Azt a kurva, milyen benzinkutat lehet itt építeni, bassza meg! Halljátok, én most nem azért mondom, lehet, hogy nem tetszik nektek ez a kibaszott játék, amit igazából nem csodálok, de hogy ez a játék sokkal több, mint aminek gondoltam, az kurva élet. Én azt hittem, hogy ez egy baszkódás lesz, de tök jó! Ezen lehet levehetős a deszka. Kalapácsvató, szerintem a legtöbbünk mondta. Igen, a legtöbbünk mondta. Igen, és így leszünk. Köszi a csírt, haver, és nagyon jó játékot kívánok neked. Szerintem nagyon-nagyon állat lesz. Jó. Szóval a workshop a célunk, csak ahhoz kell, Jézusom, a hajnal óta itt vannak, nem lehet őket valahogy arrébb tolni? Be vannak szerencsétlenkéim itt ragadva, és azért csak egy ember fél a parkolóban, mert ezek egy napja így mennek. Faszomat! Ha bezárom, eltűnnek? Oké. Okay. Igazatokban lehet azt kéne csinálni, és akkor reszetelnénk a dolgot. Ezt a zsarut még kiszolgálom. Meg megtankoljuk azt az autót, és aztán bezárunk, és kinyitunk. Elbasztam. Na mindegy. Nem tudom, mi volt a gond. Gyorsan zárjunk be, mert az a baj, hogy két parkolóját fixen for... Oké. Okay. A parkoló megoldva. Tudjátok, mit akartam még csinálni? Megtankolni Rudit. Ha meg... Ja, üres. Shit. Gyerünk. Ezzel 20 litert lenyúlunk. Oké, hogy megvan a 300 dollár, de nem maradhatunk nullások, srácok. Ez az rossz gondolat. Rudiba tankolni kell.